Ezt akkor most elmondhatom. Jó. Pillanatra akkor elkezdenénk, és szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy eljöttek olyanok is, akik nem szoktak különben jönni, reméljük máskor is találkozunk meg. És hát fogjuk meghallgatni a napirend első pontjaként. A többire nem emlékszem most, mert az Árpi mondja, hogy van-e még pont. Az egyébek pont az majd utána. Hát úgyis olyan hosszú lesz, arra már elfáradtam. Jó, rendben. Ez biztató. Úgyhogy akkor légy szíves, János, megkérdezik ezt, jó? És mielőtt még te megszóltál volna, én is köszöntöm a hátra. Mert köszönjük, hogy te. Ez a lámpa, ez kell lehet? Nem. Így a videóhoz sem? Videóhoz nem baj, de hát így ennyi. Így kedves kollégák, kedves vendégek, kedves barátaim, külön köszöntöm őket, akik megtisztelnek utóbbidőben második alkalommal előadásommal. Remélem, hogy most is élvezni fogja minden kedves résztvevő. Nagyma Jánosom, szerintem mindenki sokat tud, de valahogy mégis keveset, és ennek az én mostani előadásomnak az lenne a célja, hogy mivel én elég régóta, több mint 35 éve foglalkozom ezzel a témával, olyan sok információ felhalmozódott nálam, könyvek, dokumentumok, cikkek, személyes találkozások formájában, hogy úgy gondoltam, hogy ennek az 50 percnek a keretében ezt közkincsé teszem, így karácsony után, nem sokkal, néhány nappal Nagyma János születésének 110. évfordulója alkalmából, hiszen ő 1903. december 28-án született, ilyen szempontból szerencsétlen időpontban, hiszen három ünnep is egybeesik, nála van évnap, a születésnap és a karácsony. Annak idején ezt nem tudom, hogy a család hogy rendezte egy olyan nélkül, vagy többen. Én először egyetemista koromban hallottam Nagyma Jánosról, mikor informatikát tanultunk, egy ilyen informatikai ágazaton végeztem, a gépészmérnöki karnak volt ez az első ilyen kezdeményezése, és ott természetesen már tanultunk számítógépeket, és ott tanult szóba került a Nagyma nerv. A nevével akkor találkoztam igazából először, és körülbelül is tudtam még az egyetem elvégzése után, és talán a munkásságáról, hogy ő alapvető dolgokat ért el informatikában, meg hát nagy matematikus volt, mondjuk ez a kettő. Azt hiszem Magyarországnak két Nagyma Jánosa van itt a kép. Az egyikről, a Nagyma Jánosról, jobb oldaliról természetesen nagyon sok fotónk van. Sajnos a bal oldaliról egy sincs. Egyetlen egy hivatalos kép készült róla, egy festő készítette, de egy gyenge pillanatában Olyan János, aki egyébként kiváló kardívó is volt, amelyet matematikus, összekaszabolta. Mondván, hogy nem a kép a fontos, hanem az alkotás, amit az ember létrehoz. De várj, 100 évig élt vagy hogy? 160 évig élt vagy? El van írva, 1860. Köszönöm szépen az észrevételt. Ugye úgy könnyű megjegyezni, az hibás, ugye az 8. Kossuth születésétől Széchenyi haláláig, ez a könnyű memorizálási trükk. Ez a kép a Marosvásárhelyi kultúrpalotának a homlokzatáról van. Ez elég régen készült, és akkor még éltek a leszármazottak, családtag, és olyanok, akik ismerték személyesen. És ebből a sok információból gyúrta össze az akkori szobász ezt a reliefet, és pillanatilag ezt tartják a leghivatalosabb bójéképnek. Közös sorsa mindegyik embernek, hogy bár a legnagyobbnak tartjuk, nehéz eldönteni, hogy ki volt a nagyobb matematikus, a Bolyai János vagy a Nagyma János, az országunk szégyenére, talán ezt mondhatom, egyikük sem tagja a Tudományos Akadémiának, egyiket se választották, akkor még János idejében tudós társaságnak hívták, azt sem választotta tagjai közé, és Nagyma János sem választotta tagjai közé a Magyar Tudományos Akadémia. Ez egy örök adósságra marad a magyar tudományos életnek, amit már nem lehet tulajdonképpen.
Neumann munkásságát tanulmányozva aztán kiderült, hogy szinte majdnem, hogy csak egy kis része, vagy egy kis szelete az ő tevékenységének a matematika, vagy az informatika, hiszen az itt felsorolt szakterületekhez vagy hozzájárult alapvető módon, vagy nagyon jól ismerte, a legtöbbet közül művelte, továbbfejlesztette zseniális gondolataival. Hogy Neumann történésze, hát nagyon sok vitában a történészeket meghazudtoló módon képes volt érvelni, olyan hatalmas lexikai tudása volt, amit még gyerekkorában szeret össze, 10 éves korában, amikor megbetegedett és több hónapig kórházban volt, és a család, aki nagy gondot fektetett az általános műveltségre, bevitték neki az Enciklopédia Britannica első kötetét, ami ilyen vastag, amit nagy örömmel olvasott, és annyira megtetszett neki, hogy kért a következő köteteket, 43 kötetből áll a sorozat. Ezt a 43 kötetet szinte bememorizálta. Neumann Jánosnak úgynevezett fotografikus memóriája volt, tehát ha elolvasott valamit, az szinte örökre megmaradt az agyában. Képes volt 40 oldalt mondjuk elolvasás után visszamondani, vagy azzal ércelődött Amerikába, a Manhattan telefonkönyvnek a nagy részét tudta, valahogy talán valami játékosságból, mert jó humorérzéke is volt, tudta a számokat kívülről és viccelődött, hogy már csak a neveket kellene hozzátanulnom, és akkor nem kellene telefonkönyvet használni. Vegyészmérnök volt. Az előbbi két portréhoz annyit, hogy mind a kettőnek van mérnöki alapképzettsége, a Bolyai Jánosnak csak az van, ő hadmérnök volt. Tehát mind a kettő mérnök volt, és az a gondolkodásmód a tudományos munkájukban is lépten nyomon követhető. Ugyanakkor fizikus is volt, már egyetemi évei alatt fölvette segédtárként a matematika mellett a fizikát, a kémiát. Szinte lökéshullám szakértővé vált még Németországban, ifjúkorában, és ezt a tudását rendkívül jól tudta kamatoztatni később Amerikában, amikor az atombomba projektben olyan problémákat kellett megoldani, ahol pont erre szakértelemre volt szüksége. Erről később beszélünk. Közgazdászok is úgy tartják nyilván Neumann Jánost, mint aki alapvetően hozzájárult a közgazdaságtan fejlődéséhez, és új irány szabott ennek a tudománynak. Épp Neumann nyilatkozza, hogy sajnos a közgazdaságtan ellentétben a természettudományokkal nagyon kevéssé van matematizálva, és neki ezen a téren is van alapvető hozzájárulása, első dolgozata, valójában egy dolgozatot írt ebből a témáról, de az már elegendő volt ahhoz, hogy világhírűvé legyen, és még egy könyvet is írt, egy társszerzőként egy osztrák közgazdász professzorral, az Oskar Morgensteinnel, és ez a két munka teszi őt alkalmas arra, hogy a közgazdászok is saját tudományi területük egyik legnagyobb alakjának tartják. A Samuelson, aki 1971-ben kapott közgazdasági Nobel-díjat, rendkívül elismerően nyilatkozik Neumannak az első munkájáról is, meg erről a cikkről. Annak ellenére, hogy maga a Neumann modell, amit Neumann János és a Morgenstern fölvázolnak, ő azt közgazdasági szempontból nem fogadta el teljes mértékben. Meteorológiával foglalkozott. Matematikai oldal. Mondhatnánk, hogy a közgazdaságtant is matematizálta, a meteorológiát meg egyértelműen, hiszen azokat a bonyolult számításokat, azokat a bonyolult differenciál egyenleteket, amelyekkel leírjuk a légkörnek a mozgását, azt csak számítógéppel lehet megoldani, semmi esély, hogy mi azt kézzel megoldjuk. Ha nem lennének számítógépek, ma igazából nem is lenne időjárás előrejelzés. És ez közvetlenül és közvetetten is a Neumann Jánosnak köszönhető. Közvetlenül azáltal, hogy föltalálta azt az eszközt, amelyik ilyen gyorsan számol, és közvetetten pedig azáltal, hogy föltalálta azokat a matematikai módszereket, amelyekkel leírható ez a fizikai folyamat, ami rendkívül bonyolult. Sok területnek szakértője, Amerikában mint hadmérnököt tartották számon, így is tüntették ki az amerikai elnök, amikor megkapta a szabadsági érdemrendet. A hadsereg minden fegyvernemének tanácsadója volt, különböző bizottságokat hozott létre ő maga is, vagy mások által létrehozott bizottságnak volt a munkatársa vagy igazgatója,
tehát 6 mérnök volt, és végül a két nagy terület, amihez hozzájárult a számítógép és a matematika, és rendkívül jó humorérzékű ember volt. Nézzük meg egy kis filmet, hosszú filmnek a részlete ez. A Wiesinger István forgatta Amerikában, akkor, amikor Szent Györgyi Albert születésnapján a 90. évfordulóját ünnepelték, és meg egy életrajzi filmet készíteni a Szent Györgyiről, és hát ugye Szent Györgyi még akkor élt természetesen, és vitték a kitüntetését, a magyar kormány kitüntetését, és ezzel egyúttal, ezzel párhuzamosan megpróbálták megkeresni azokat az embereket, akik még ismerték Neumann Jánost, és egy nagy életrajzi filmet csináltak, ez elérhető ez a film, Dénes Gábornak a filmje, Neumann János életés és munkássága, ez a címe, videók kölcsönzőnek ki lehet kölcsönözni. Akivel a kor legnagyobb tudósai dolgoztak együtt,
aki matematikus volt, fizikus, történész, filozófus, közgazdász, politikus. Akinek személye korunk tudományos technikai forradalmának. Jaj, de ő itt beépített csillagok. Igen, csillagképek vannak. Nem igyám a csillagokat. Hát ez egy figyelemfelkeltő kis részlet volt, aki az egész filmet meg akarja nézni, nagyon érdekes. Neumann Jánosról ez alatt a sok év alatt, amíg én olvasgattam róla, összegyűjtöttem munkatársainak, kollégáinak, ismerőseinek a róla alkotott véleményét. Most készülök a Magyar Tudományba egy cikket írni erről a gyűjteményre, beküldeni, nem tudom, hogy ki fogják adni most ilyen kvázi Neumann évfordulóról kapcsán körülbelül 10 oldalnyi gyűjteményben. Ebből néhányat nézzük meg, talán a szuperlatívuszokat először. A legjobb barátja így vélekedett róla, Szent György Albert. Ők Amerikában is nagyon sokszor találkoztak, bár más területen dolgoztak, hiszen Szent György biológus volt. De hát Neumann minden érdekelte. Tehát gyakorlatilag nem tudom mondani szinte olyan tudományterületet, ami ne keltette volna fel az érdeklődését. Olyan légkört hozott létre, szinte mondhatom mesterségesen maga körül, ami szinte táplálta ezt az érdeklődését. Hetente 2-3 partit tartott Princetonban, nagyon szép háza volt kertel, ahol mindig meghívta az egyetemnek a leghíresebb tudósait, különböző tudományterületeknek a legjelesebb képviselőit, és hát úgy mondom, szintén ez szellemi fürdőzés rendezett maga körül, és mindenkivel el tudtuk beszélgetni. Bocsánat. Vignár Jenő az általános iskolás, illetve középiskolás osztálytársa volt a Neumann Jánosnak, egyel fölötte járt, és hát az ő véleménye is rendkívül meghatározó ilyen szempontból. Azt mondja, hogy kétféle ember van a világon, Neumann János és a többiek. Nem volt az egyetlen Nobel-díjas tudós, akinek hasonló véleménye volt a tudományos fantasztikus irodalom iránt érdeklődők jól ismerik Isaac Asimovnak a nevét. Ő egyáltalán a magyarokra kapcsolatban jegyezte meg egyszer ezt a érdekes mondatot, hogy kétféle intelligens faj van a Földön, az emberek és a magyarok. Amiatt alakult ki ez a nézet, hogy rövid idő alatt nagyon sok híres magyar gyűlt össze Amerikában, főként annak köszönhetően, hogy a nácizmus elől el kellett hagyniuk Németországot, Európát, és hát ebben a békés országban találtak maguknak megfelelő állást, ahol a tudományos tevékenységet kifejthették. Talán még részletesebb, vagy még inkább alapot ad Neumann János dicséretére Wignernek a másik mondata, hiszen Wigner, akiket itt látunk, ezek mind Nobel-díjasok. Einstein, Planck, Lauert, annak az asszisztense volt a Wigner, a Dirac az a sógora volt, egyszer itt voltak Magyarországon, Balatonfüreden, és akkor ismerte meg Dirac az ő testvérét, illetve lányát, igaz? Lányát. A sógorom akkor nem? Testvérét, bocsánat. Testvérét. És Heisenberget, és nagyon sok ember, és ez alapján mondta ő le ezt a véleményét a Neumannról. Valóban Neumann János ebben a három dologban volt rendkívüli, a gyors észjárásban, a hihetetlen memóriájában, és ebben a rendkívül logikus gondolkodási képességekben, ebben szinte a század akkori tudósai közül bárkivel fölvette a versenyt, illetve megelőzte még magát, Einsteint is. Egy másik Nobel-díjas, akivel együtt dolgozott a Manhattan programban, Hans Bethe volt a Manhattan programban a fizikai osztálynak a vezetője, és hát az ő gondolata szintén egy ilyen, mint egy nem földi lénynek állítja be Neumann. Ő valóban annyira kilógott még a Nobel-díjasok közül is ez a
csodálatos képességével. És a, mondhatom, hogy a versenytárs, a kolléga, már Neumann János nem élt, és Einstein sem élt, amikor elkövetkezett egy választás, amikor is nem az év emberét kellett megválasztani, hanem meg szokták választani az évszázad emberét Amerikában. És Neumann és Einstein volt az esélyes ebben a versenyben. Tudjuk, hogy Einstein lett az évszázad embere, de ő maga így nyilatkozott Neumann Jánosról, hogy szinte ő nem is ember volt, hanem mint aki nem anyatejjel táplálkozott, hanem ő gondolatokkal táplálkozott, ellentétben a többi emberrel. Ezt a két német kifejezést eszembe ő alkotta kifejezetten Neumann Jánosra kapcsolatban. A marslakókról terjedt el egy legenda Amerikába, egy Fritz Hautermans nevű csillaggáz fizikusnak az egyik munkájából, és utána több könyvbe is átkerült ez a történet, ami most olvasható, ez a Diáni, nem olvasom fel, mindenki gyorsan át tudja futni. Így terjedt el a mondás ezekről a híres tudósokról, a Neumann János, a Wigner Jenő, Tellerede, Szilárd Leó, akik olyan technikai eszközökkel járultak hozzá a technika és a tudomány történet fejlődéséhez, ami nélkül mai korunkat nem tudnánk elképzelni. Milyen lenne mai kor számítógép nélkül, sugárhajtású repülőgép nélkül, atomreaktor nélkül, és itt tovább. Szinte ki nem számítható közgazdaságtanulnak, hogy ez az öt ember milyen mértékben járult hozzá az amerikai tudomány és technika fejlődéséhez és az Egyesült Államok nemzetbiztonságának a neveléséhez. Ezek a különleges találmányaikkal és egyik munkájukkal. Fizikai szemlébe láttam egyszer ezt a gyűjteményt, már nem teljes természetesen, amely összegyűjti marslakók, hát ez a szélesebben is értelmezhető, a budapesti születésű világhírességeket, természetesen hát itt találjuk a marslakókat is, de hát sokkal több híres ember van köztük, több Nobel-díjas. Ugye Gábor Dénes Nobel-díjasunk, bár Tellerede például nem Nobel-díjas, de nyugodtan mondhatnánk, vagy lehetne Nobel-díjas is. A Soros György ugye inkább a pénzügyi szférában, a menedzsment világában lett világhírű. Béke Nobel-díjas a Wiesel, kémiai Nobel-díjas az Oláh György, Lax Péter a legmagasabb matematikai kitüntetéssel rendelkezik, amit ma a világban adhatnak, az Abel-díjjal, ez a matematikai Nobel-díj, és itt látjuk még Kemény Jánost is, aki Neumann Jánosnak volt a beosztott munkatársa a Manhattan projektbe, 18 éves korában sorozták be Kemény katonának, és így került a Neumann projektbe Los Alamosba, és már akkor az atombombával kapcsolatos számításokért volt felelős, és később aztán ő is az informatika felé fordult. Egy rövid életrajz összefoglaló, az mindenhol föllelhető, csak az érdekességeket emelném ki. Rendkívül korán jelentkeznek általában matematika, zene és a nyelvtehetségek. Jánosnál szintén ezt megfigyeljük, 6 éves korában már ő görögül folyékonyan beszél az ebédlő asztalnál, édesapjával görögül viccelődik. Persze más nyelveket is ismert, mert a bejárónők úgy voltak beosztva, hogy délelőtt a német nyelvű, mert járó délután az angol nyelvű, úgyhogy elég könnyen elsajátították ezeket a nyelveket. Ugye 1903-ban született, 17 évesen már a legjobb matematikus diák a Magyarországon. Már annyit tud matematikából, hogy a középiskolás tanára már különösebben nem tud újat mondani, pedig ilyen képzett tanár volt a Ránc László. Ezért javasolja egyetemi oktatóknak, hogy korrepetálják Neumann, így sok egyetemi tanár foglalkozik a fiatal Neumannnal. Később majd mutatok róla egy képet. Ugye a zsidó családban nagyon fontos volt az, hogy biztos egzisztenciát adó foglalkozása legyen az embernek, ezért javasolta az ő édesapja is, hogy a vegyészmérnöki pályát válassza. Ezt megfigyelhetjük a többi marslakónál is, Wigner Jenő is vegyészmérnök diplomával rendelkezett, Tellerede is például. Belelógtam a képbe.
Pesten járt egyetemre, a tudományi egyetemre, ezzel párhuzamosan Berlinben tanult, és Zürichben is. Az előző diának a végén látjuk ott legalul. Mindkét egyetemet elvégezte, matematikából doktorált, nem akárkinél, a Fejér Lipótnál, aki a világ egyik leghíresebb matematikusa volt már életében. Később ugye, egyetem után Németországban dolgozott, Hamburgban volt egyetemi tanár, akkor 20, visszaszámolom, 26 éves volt, Európa legfiatalabb egyetemi tanára volt, Lajna János ezt a címet is megkapta, és 1933-ban ugye kivándorol Amerikába, aminek az egyik fő oka az, hogy Amerikában létrehoztak egy különleges tudományos intézetet, a Felsőfokú Tudományok Intézetét, egy amerikai milliárdos, aki úgy gondolta, hogy meghívja a világ 6 leghíresebb tudósát, és annyi pénzt ad nekik, amennyit bőven elegendő, hogy jól éljenek, és semmi munka körül leírást nem kapnak, mindenki azt csinál, amit akar. Hát sokan vágjuk egy ilyen munkahelyre. Úgy gondolta, hogy ezek az emberek jobban tudják, hogy mire kell foglalkozni, mint ő. Hát ez nagyon jó tipp volt, az első ember, akit meghívott természetesen az Albert Einstein volt, és mindjárt másodiknak a Neumann Jánost és a Wigner Gertot is. Neumann és Wigner nagyon jó barátok voltak, valószínűleg ez is közre járt egy picit, de inkább a tudományos tevékenység volt a döntő. 6 ember került oda a világból, ebből 2 magyar volt. Ez azért mutatja a magyar szellemnek a teljesítőképességét, és nagyon sok mindent kifejez, hogy az a kis ország milyen szakmai képességű embereket tudott kinevelni, még akkor is, hogyha ebben nyilván a genetikának is fontos szerepe van. Gyerekkori képe, baloldalt édesanyja Kán Margit, jobboldalt édesapja Neumann Miksa, aki bankár volt, és itt a kis János, szinte az értelem sugárzik az arcáról. Unokatestvérével, a Lilivel itt tanulnak, ott magyaráz neki valamit a Jancsi 10 éves korában. Matematika tanárait látjuk középiskolában, a leghíresebb matematika tanár a Rácz László volt. Wigner is őt tartotta a legkedvesebb tanárának. Kevés tanárnak a nevét említik meg Nobel-díj átadó ünnepségeken. Hát Rácz László abban a megtiszteltetésben részesült, hogy Wigner Jenő, amikor megkapta Nobel-díj Stockholmba, akkor elsősorban az ő nevét emelte ki, mint akinek nagyon sokat köszönhet, és második tanáraként megnevezte a Neumann Jánost, mint akitől a legtöbbet tanult életében. Egyetemi tanár volt már ekkor Szegő, aki már középiskolában korepetálta Jánost. Amikor Szegő először találkozott Neumann Jánossal, szinte percek alatt fölmérte ennek a gyereknek a rendkívüli képességeit, talán adott neki 2 példát és olyan megoldásokat és olyan rövid idő alatt adott a János, hogy annyira ledöbbent a Szegő, ezen ő még ilyet nem látott, hogy sírba fakadt. Ezt ő maga írja a életrajzi munkájába. Pesti egyetemi tanárként tanította őt a Fekete Mihály is rövid ideig, inkább nem is volt ez tanítás, csak ilyen beszélgetés, hiszen mint ahogy a Szegő fogalmazott, hogy Neumann Jánosnak senkitől nem kellett tanulnia. Neumannnak csak el kellett mondani a problémákat, hogy milyen probléma van halmazelméletben, milyen probléma van analízisben, és 2-3 hét múlva Neumann János kész megoldásokkal jelentkezett. Így fogalmazott Szegő, hetek alatt századok munkáját volt képes rekonstruálni. Az első közös cikkét Fekete Mihállyal írta, és utána még a Külság is foglalkozott a Neumannak. Külság nagyon szeretett tehetségekkel foglalkozni, és hát Neumannt azonnal beajánlották hozzá. Zürichben, amikor tanult, akkor Pólya György volt a matematika tanára. Hát Pólya nagyon hosszú életet élt meg, majdnem 100 évet, és később kikerült ő is Amerikába, Stanford Egyetemnek lett a híres tanára. Majd mindjárt látunk egy történetet Neumann János és Pólya Györgyel kapcsolatban. Pesti Műegyetemen, illetve a Pesti Egyetemen doktorált Fejér Lipótnál, aki hát szintén tanára is volt.
Pólya György a Zürichi Egyetemen előadás közben néha mondott olyan matematikai problémákat, amik nem voltak még megoldva, de bizonyítva. És visszaemlékezéseiben írja, hogy János volt az egyetlen hallgató, akitől féltem, mert amikor egy ilyen megoldatlan problémát elmondtam, akkor az előadás után azonnal odajött hozzám a kész megoldása egy papírral, ami néhány firkálás volt. És akkor azt mondta János, hogy ezt így kell bizonyítani. Na, akkor féltem tőle, mondja Szegő, attól kezdve. Princetonban kikerülve, ez a Princeton Egyetemnek egy épülete, hát ez volt az a híres hat matematikus, akik aztán oda kikerültek, ugye az Einstein, Veblen, Weil és a Wigner, még nem is látott ezen a képen. Ez a princetoni otthonuknak egy ilyen idillikus felvétele feleségével, Kövesi Mariettával és a kutyussal. János akkor épp a mátrixok invertálásával foglalkozott, mint matematikai problémával, ezért a kutyát elnevezte inversnek. Egyébként Dán Klára volt, mondhatjuk, az első programozó matematikus nő, mert ő is matematikus volt. Lilafüreden ismerkedtek meg egyszer, itt járt majd szabadságon, és Lilafüreden találkozott a Klárával. Hát ne a matematikával kezdjük. Kezdjük a hadmérnökkel, hiszen amikor a legnagyobb kitüntetést megkapta Amerikában, akkor úgy tüntette ki Eisenhower elnök, mint hadmérnököt. Érdekes módon, és nem a matematikai tevékenységét emelte ki. Nyilván megvolt az oka. Neumann János különböző katonai projektekben vett részt. Az atombomba projektben alapvető munkát végzett. Ha akik ismerik, itt a kollégáknak ez nyilván semmi újat nem mondom, csak a barátaim kedvéért mondom el, hogy a három atombomba közül kettő, az első és az utolsó, a tesztbomba és a Nagasaki bomba, az plutónium töltetű volt. Annak a begyújtása fizikailag nagyobb kihívást jelentett a plutóniumnak a tulajdonságából kifolyólag, ezért annak más volt a gyújtószerkezete. Az uránbombát ki sem próbálták, abban biztos voltak, hogy ez az ágyú módszer, amikor összelövik a két szubkritikus tömeget, amikor egyesülnek, akkor kritikussá válnak, és abba belőnek egy neutront, be fog indulni a láncreakció. Plutóniumnál sajnos nem ez volt a helyzet, mert a plutónium sokkal inkább spontán hasadóképes, mint az urán. Tehát magyarul semmit nem kell vele csinálni, akkor is bizonyos plutónium atomok elhasadnak. És akkor ez egy ilyen kis reakciósorozatot beindíthat, és fönnállt a veszély, hogy a két darabban önmagában is beindul egy ilyen reakció, ami nem fog végigfutni, hiszen nem elegendő hozzá az a mennyiség, de valameddig el fog jutni a láncreakció, és lesz belőle egy pukkanás, és nem lesz belőle robbanás. Úgyhogy teljesen más módszert kellett kitalálni, és amit kitaláltak, azt szeretném egy kis eszközzel bemutatni, egy teniszlabda segítségével, ezt találták ki, hogy a mennyiség meg a felületet hozták nagyon jól össze. Így nézett ki mondjuk a plutónium, ami a töltet, csak azért vágtam, hogy lássuk, hogy egy üreges gömb volt a plutónium, és így nem robban be, mert az átlag sűrűsége rendkívül kicsi, mert belül tiszta üres. De ha ezt összenyomnánk, hogy a levegő ne legyen benne, összenyomnánk ilyen kicsi labdává, mint egy centis átmérőjévé, akkor már a sűrűsége olyan mértékben megnövekedne, hogy akkor már megindul benne a láncreakció, és akkor azt kellett megoldani, hogy egy gömböt, hogy lehet egy fémgömböt, hiszen ez fémből volt, hogy lehet úgy összenyomni, hogy továbbra is gömb alakú maradjon. Ez volt a legnagyobb probléma, amit aztán végül is maga az alapötletet nem a Neumann János találta ki, hanem egy kémikus, hogy körbe kell venni a hagyományos robbanóanyagokkal, de hogy ennek mi legyen a technikai megoldása. Losszalamozban lehetett látni ilyen krumpli formájú fémdarabokat, ahol ezeket a kísérleteket végezték, azok mind a sikertelen kísérletnek az eredményei voltak, amikor még nem sikerült gömbbe össze robbantani a plutóniumot, hanem krumpli alak lett belőle. Aztán Neumann Jánosnak a ötletei meg a számítási alapján ezt meg oldották, ezt nevezik berobbantásos módszernek, amikor összeroppantjuk a fémet. A plutónium
bomba, amit Nagasakira ledobtak, tehát erejkül a robbanó szerkezet nélkül nem jött volna létre. És nem jött volna létre Wigner Jenőnek a hozzájárulása nélkül, aki azokat az atomreaktorokat tervezte már 1942-ben, amit Hanfordban megépítettek, és azok termelték magát a plutónium hasadóanyagot. Tehát mondhatom, hogy kettőjük nélkül két atombomba biztosan nem készült volna el a második világháború alatt, és vajon, hogy ekkor lemerték volna eldobni azt az egyszem atombombát az amerikaiak ezt én másképp mondanám. Talán lehet, hogy másként alakult volna egy kicsit a világháború története. És ami még egy megdöbbentő itt a dia alján, ezt egy nemrég tudtam meg. Tudtam, hogy ezentúl Neumann János a hullám robban, illetve a lökés hullám tudását úgy használták ki, hogy őt kérték fel arra, hogy optimum számítással határozza meg az optimális magasságot. Tudni, ha egy atombombát 10 km magasan ledobunk, akkor a lökés hullám... Nézést, de... Bocsi, hívják később, majd visszahívnak egy óra múlva. Akkor szétterjed a lökéshullám, és még egy házas cserombol. Ha földszínén fölrobbantjuk, hogy leessen, mint egy normál bomba, akkor letarolja a környező 100 métert, és a többi az épségben maradnak az épületek. Van egy optimális magasság, ezt számoltak ki Neumann, amikor a legnagyobb lesz a romboló hatás. Figyelembe véve még a környező terepviszonyokat is, hogy hova dobják, hegyek, hogy verőzik vissza, stb. Ezt mind figyelembe véve 500 méternek számolta ki, és a valóságban aztán 505 méter magasan robbant ebben a atomban. És amit nemrég az interneten találtam meg, ennek a hitelességéről nem tudok mit mondani. Találtam egy filmet az interneten, angol nyelvű film, ez még nem jelenti azt, hogy hiteles, amiben azt közlik, egy filmbejátszás, a Neumannról szóló filmbejátszásban, hogy ugye volt egy célkijelölő bizottság, aki meghatározta, hogy melyek legyenek a célpontok, a bombázandó célpontok Japánban. Azt tudom, hogy a legelsők között a politikusok javasolták Kiotónak a bombázását, abból kifolyólag, hogy Kiotó a legősibb japán város, és úgy gondolták, hogy a japán népet erkölcsében, szellemiségében így tudják a legjobban megsérteni, hogyha ezt az ősi várost a földszínével teszik egyenlővé. Hogy ez nem következett be, az az amerikai tábornoknak köszönhető, aki benne volt a célkijelölő bizottságban, a hadügyminiszter, és ő járt Kiotóba. És neki rendkívül megtetszett az a gyönyörű szép város, és ő azt mondta, hogy talán egy kicsit előre kellene gondolkodnunk a háború utáni helyzetre is, ebből kifolyólag én nem javaslom, hogy Kiotó benne legyen a célpontok között. A többi városoknál szintén Neumann megkérték, hogy számítsa ki optimum számítással a többi városoknak a paramétereit, és ő állítólag ezt meghatározta, és így maradtak bent Kokura, Hiroshima, Nagasaki. Ugye hát Kokura lett volna az első, de akkor én felhőbe volt borulva, és akkor nem látták jól a pilóták a célpontot, ezért tovább mentek, és a Hiroshimát meg nagyon tisztán látták, és hát szegény Hiroshima így esett áldozatul az első atombombának. Hát amit említettem, ugye az a hozzájárulásuk a plutónium töltöttű bombákhoz, az első tesztbombához, amit fölrobbantottak az Alamogordó és Hiratakban, és a Nagasaki bomba, az enélkül a két ember nélkül nem jött volna létre. A Manhattan projektben dolgozott 18 éves korában Kemény János, aki később a Dalhousie Egyetemnek lett a matematika professzora, később rektora. Ő fedezte fel a basic nyelvet, tehát ő ezt a Neumann vonalat továbbítte. Neumann, hát ugye személyesen ismerte, nagy tisztelője volt, és az ő véleménye, hogy Neumannak a Manhattan projektben végzett munkája végül is ez vezetette el a számítógép feltalálásához, mert itt voltak szükség egy olyan eszközre, amely rendkívül gyorsan végzi a számításokat, és a teljes történetet most nem mesélem el, de végül is a Neumannak is az egyik szerencséje volt, hogy összetalálkozott egy vasútállomáson egy olyan emberrel, aki ugyanilyen projektben dolgozott a tűzérségmérő, pedig lőelemképző táblázatok
készítéséért volt felelős, és pont azzal foglalkozott, hogy kell egy ilyen eszköz, ami gyorsan kiszámolja a lőelemeket, és akkor arra gondolt, hogy akkor egy ilyen elektronikus számológépet fog tervezni, és ők véletlen megismerkedtek, és utána nagyon meglátogatta ezt a projektet, egy év múlva már ő lett az igazgatója, és hát így született meg a számítógép. Keménynek a hozzájárulás, itt olvasható és a halványra, hogy Basic, ugye a legnépszerűbb programozási nyelvet találta, és mondhatom, hogy a Windowsnak az elődjére az ő agyában fogant meg, amikor is föltalálta az időosztásos operációs rendszert. Ez az a operációs rendszer, amik lehetővé tesz, hogy egy számítógépen több program is működjön egy időben, magyarul több felhasználót is hozzá lehet kapcsolni a számítógépet, és mindenki úgy érzi, hogy csak vele foglalkozik a számítógép. Fölosztotta a számítógép idejét időszeletekre, mint ugye 100 milliméterekre, és ment körbe a felhasználók között, és mindenki kapott 1/100 másodpercet. Ha van 10 felhasználó, akkor 1/10 másodperc alatt körbeért. 1/10 másodpercet élő ember nem érzékel, hogy annyit várakozott volna, ugye? Ezért ez egy nagyon operációs rendszer volt, és mondhatni ebből az ötletből fejlődött a Windows. Neumann a nemzetvédelem mellé állt teljes súlyával, politikai nézete is meghatározta. Ő be is vallotta, hogy ő rendkívül kommunista ellenes, és nem szeretné, hogyha az Amerikai Egyesült Államok hátrányba kerülne bármilyen téren a Szovjetunióval, ezért ő hajlandó volt teljes tudományos súlyával ezen programok mellé állni, támogatta a hidrogénbombát, Telleredével nagyon sok közös munkájuk van, sok számítást végzett a hidrogénbomba fejlesztése kapcsán, már akkor még jobb számítógépek voltak, ugye a Neumann elvi számítógépek, és ezeket már keményen felhasználták a hidrogénbomba számításainál. Mondhatni, ők szinte mindenben megértették egymást. Valószínű, sokan mondják, hogy talán még most is vannak titkos Neumann-Teller egyenletek, amik nincsenek nyilvánosságra hozva hidrogénbombával kapcsolatban, de valószínűleg más területeken is, és talán soha nem is lesznek. A második világháború alatt Neumann nem csak a Manhattan projektbe vett részt, sokan úgy gondolnák, hogy ő csak eljárogatott Los Alamosba, a kutatóbázisba, és ott eltöltött pár napot vagy pár hetet, és utána ment vissza az eredeti munkahelyére, ahol kiderült, egy másik katonai projektben volt benne. És ezt nemrég került ez nyilvánosságra, én is említettem az Einsteinről szóló előadásomban, hiszen nemrég jelent meg ez a könyv, Einsteinnek a gyakorlati oldalát mutatja be, a gyakorlati Einstein, ez a címe, Jüri Józsefnek a könyve, ez még majd nem lett lefordítva, és ebben a könyvben említi meg, hogy együtt dolgozott a Neumann János az Einsteinnel. Eddig mindig úgy tudtuk, hogy ennek a két embernek nem volt ilyen közös érdeklődési területe, hiszen Einsteint az csak a térelméletek érdekelték, mondták Amerikában, hát a Neumann meg nem annyira relativitás elmélet foglalkoztatta. Úgyhogy közös érdeklődési területük sem volt, mondták, de aztán kiderült, hogy ez nem így van. Egy szintén magyar érdekes módon a Brunauer, akinek a neve a fizika tanárok között nyilván ismerős, a B betű a BET egyenletből az a Brunauer, és a T betű pedig a Teller. Tehát már két magyar is van ebbe a állítólag Hargitai István szerint is Nobel-díjas szintű felfedezésben. Ezért majdnem Nobel-díjat adtak, akkor valószínűleg a Teller is megosztott Nobel-díjas lett volna. Ez a Brunauer szervezte be az Einsteint a Torpedo projektbe. Azt mondták, hogy hát ez lehetetlen, Einstein nem érdeklik a gyakorlati dolgok. Ő azt mondta, hogy próbálják meg. Írt egy levelet Einsteinnek, és azonnal igent mondott. És így került munkakapcsolatba Neumann János és Albert Einstein a Brunauer Istvánon keresztül, és hát így jelképesen közéjük tette egy torpedót. Hát ilyen eszközön dolgoztak ők a második világháború alatt. Egyébként Einstein még a Manhattan programmal kapcsolatban is volt szándékában feladatot végrehajtani, mégpedig a dúsítási problémának a megoldásában. Voltak is elképzelései, bár ő nem volt annyira szakértője ennek a területnek,
De aztán az úré úgy ítélte meg, hogy ez elég gyenge megközelítés a kérdésnek, és kihagyta az Einsteint ebből. Úgyhogy így módon aztán elmondhatjuk, hogy Albert Einstein, és ő maga is így nyilatkozott, hogy ő nem betörés semmi módon a Manhattan programban, de ez a, ezzel az árnyalatos megjegyzéssel érvényes csak. Neumann János a politikai döntésekben is igen keményen befolyt, fel is kérték, hogy nyilvánítson véleményt. Dél-Korea és Észak-Korea konfliktusában MacArthur tábornok kb. 25 atombombából álló akciót akart indítani, és gondolta, azt javasolta az Egyesült Államok elnökének, hogy akkor most már fejezzük be ezt a háborút, 25 atombombával ezt be lehet fejezni. És fölkérte, akkor Eisenhower volt, hogy az elnök fölkérte a Neumannt, hogy vizsgálja már meg ezt a problémát, hogy esetleg milyen következményei vannak ennek, vagy hogy látjuk ezt, tehát kikért a tanácsát. Neumann számítógépes modellt készített erre, és végül is a modellnek a végeredménye, a futtatásnak a végeredményeként kijött, hogy nem célszerű, túl nagy a kockázati faktor. Úgy látta Neumann, hogy ezáltal a helyi háborút valószínűleg nyilván megnyerné Amerika, de fennáll nagyon a veszély, hogy eszkalálódni fog a helyzet. Már akkor benn volt Kína Észak-Korea oldalán, valószínűleg tartott a Neumann a modell alapján, hogy akkor Szovjetunió meg belépne Kína oldalán, és így egy világháború tör neki. És azt javaslott Eisenhowernek, hogy mellőzzék az atombomba támadást, inkább hagyományos erőt kell próbálják véget vetni a helyzetnek. Hát elfogadta szerencsére ezt a javaslatát. Neumann János volt az egyetlen tudós, aki abban az időben az Amerika nukleáris politikáját meghatározó öt fős csapatban részt vett, a többi mind politikus volt, meg tábornok, és mind magyar is természetesen egyedül volt. Ez volt az Atomenergia Bizottság. Ő egyetlen tudósként ebben részt vett. Az Atomenergia Bizottság elnöke volt a hadügyminiszter, Levi Strauss, akinek ez a szép mondata, Amerikában megjelent egy könyv, hogy Amazing Hungarians, és ebben a könyvben olvastam én ezt a mondatot. If Neumann had analyzed the problem, there was no need to discuss the matter at length. It was absolutely clear what was to be done. És akkor egy ilyen fordítást tettem mellé. Tehát, hogyha Neumann egy kérdést elemzett, akkor minden további vita fölösleges volt. Teljesen világos volt, mit kell tenni. Hát ilyen probléma elemzés meg volt, és így adtak a véleményére, ezért nem csodálkozhatok azon, hogy minden fegyveremnek tanácsadója volt. Híjákkal illették ezzel a jelzővel azokat a tudósokat, akik ilyen keményen az atom fegyverkezés, illetve a hadászati fejlesztések mellé álltak, és ilyen híjának tartották akkoriban. Én emlékszem, ugye abban az időben mi ezt átéltük ezeket az időszakokat. Én is olvastam olyan könyveket ilyen szovjet kiadványokban, de magyar kiadványok is így nevezték Neumann János meg a Telleredét, hogy héjának. Ő maga Neumann mondta, hogy ő erőszakosan kommunista ellenes és sokkal militánsabb, mint a többiek úgy általában. De ő ezt valahogy olyan stílusban adta elő, nem úgy, mint a Tellerede, aki nagyon vehemes véleménynyilvánító volt. Neumann olyan diplomatikusan és finoman tudott véleményt nyilvánítani. Neki nem voltak ilyen nagy konfliktusai a tudóstársakkal, mint Tellernek. És rá ugyanúgy hallgattak a hadseregnek a vezetői, mint Teller, vagy talán még jobban bizonyos kérdésekben. Én ezt Hargita Istvánnak a könyvbemutatóján hallottam ezt a mondatot, amikor a Tellerről itt könyvét bemutatta a Tudományos Akadémián. Abban a könyvben olvasható ez, hogy nagyon egyszer ezt nyilatkozta, hogy ha kérdétek, miért nem bombázzuk az oroszokat holnap, azt felelem, miért nem bombázzuk őket már ma. Ha azt mondjátok ma 5-kor, akkor azt felelem, miért nem egy órakor. Tehát a Szovjetunióhoz való viszonya ez jó kifejeződik ebben a mondatában. Neumann a meteorológus. Neumann János a meteorológiával is foglalkozott. Időjárás szabályozás kérdései érdekelték, nem csak az előrejelzés is.
olyan ötletei voltak a jégtakarónak a betakarására kapcsolatban, amivel bizonyos klímaváltozásokat lehet előidézni, de ugyanakkor látta ennek a veszélyeit is, hogy akár olyan folyamat indítható el, ami megfelel egy atomtámadásnak. A HARP projekt, hallani néha róla, ha valaki fölmegy az internet, vagy a Wikipédiába, akkor lehet érdekes dolgokat olvasni róla. 3 nappal ezelőtt egy nagyon érdekes filmet sugárzott a Spectrum TV-ben, aztán vagy a Viasat History, nézzétek meg, Agykontrom, ez a címe. Az emberi agynak a manipulálhatósága, a számítógép és az embernek a tényleges összekapcsolásáról szól a film, amiben sokkal nagyobb eredményeket értek már el, mint amiről mi átlag emberek tudunk a médián keresztül, de már mi is nagyon sokat tudunk. Itt olvastam én, ebben a filmben említi meg például az ionoszférának a, hogy úgy mondjam, megbolygatását. Tehát ilyen úgynevezik, hogy elf sugárzás, az elf törpét jelent, de magyarul ez egy 3 angol szónak a rövidítése, ez az extra low frequency, tehát nagyon alacsony frekvenciai sugárzást bocsájtanak a ionoszférába. Ezek ki vannak építve, ezek a antennák. Alaszkában 180 ilyen antenna rendszer van, amelyik bombázza az ionoszférát, és onnan visszaverődve légköri zavarokat lehet előidézni. Lehet vad viharokat, hurrikánokat, de még földrengéseket, és most ennek a fizikai folyamatát nem mondanám végig. Néhogy elgondoljuk az ember, hogy mostanában annyi időjárási katasztrófa van Amerikában, vagy nincs ezek között amelyik esetleg részben mesterségesen van előidézve? Valószínű, hogy tesztelés alatt vannak bizonyos fegyverrendszer. Annál is inkább a légkörnek, ezt vizsgás, ugye is, ez ismert az a rezonancia, hogy onnan visszaverődő sugárzás az magának a Földnek is van egy, a magnetoszférájának egy ilyen rezonanciája, ez a kettő akár interakcióba is került egymással. Az ionoszférának a jellemző frekvenciája 7,8. Egy orosz tudós ettől függetlenül sokkal régebben, évtizedekkel ezelőtt vizsgálta, hogy milyen hatással van az agyra egy ilyen jellegű mikrohullámú sugárzás, amelyik ilyen nagyon rendkívül alacsony, 1 és 20 közötti frekvenciája. És a következőt tapasztalta, hogy 6,6 Hz-nél depressziót okoz az embernél. 7,83-nál jó kézérzet van. Hát innen látszik, hogy összhangban vagyunk, vagy itt élünk a légkörben, ugye pontosan 7,8 a jó állapotú frekvencia. Ha ez megnövekszik 10-re, akkor lázadó viselkedést vált az emberbe. Ez az ionoszféra nélkül az agynak a ilyen sugárzásával pszichológusok vizsgálták az emberi agyat, és az amerikai hadseregben ma is folynak ilyen kísérletek, meg az orosz hadseregben is máshol is. És mi hullámzik itt? Hát állítólag úgy magyarázzák a jelenséget, hogy mint a mikrohullámú berendezésekhez hasonlóan, hogy az agysejteket, ha eléri a mikrohullámú sugárzás, ez a frekvencia, az agynak az agyhullámok is körülbelül ebben a tartományban vannak. Egyenlegeses sugárzás. Igen. És akkor azt mondja, hogy az agysejtet, az idegsejteket elérve felmelegíti, és akkor a felmelegednek, utána lehűlnek, és ebből van az, hogy Amerikában sok ember panaszkodik ilyenről, akiket így besugároztak, hogy ilyen kattogó hang keletkezik ilyenkor az agyba, és nem tudták, hogy ez mitől van ez. És ez ettől van, hogy ilyen valószínűleg ilyen besugárzást kaptak. Ez nem mikrohullám, rosszat mondtam, a hosszú hullám, mert nem jön csak frekvenciára. Nagyon hosszú. 10 Hz az 30 000 km. No most ez úgy van, ez a hardware előadva, ami
valamint mit tudom, az időjárással kapcsolatos kutatás, ide még PR programokat is szerveznek, de ugyanakkor ismerve ennek az agyra gyakorolt hatását, ezt sokan úgy vélik, hogy ez sokkal inkább a tömeges agykontrollnak az előkészítése katonai oldalról, és pontosan azért, mert tudjuk most már enélkül a projektnélkül 10 évvel, 20 évvel ezelőttről, hogy ezek a besugárzások mit váltanak ki az emberi agyban, valószínű, hogy ezt ilyen célból tennék nagy méretűvé, hogy esetleg itt az ellenségnek a megfélemlítése, vagy passzivitásba kényszerítését el tudnák érni ezáltal. Tehát a mikro, a meteorológia és az agykutatás is ugye kapcsolatban kerülne egymással. Nagymanő közgazdász, említettem ezt az első cikkét, általános egyensúlyi modell, utána írta meg a Morgensteinnel ezt a híres könyvét, a játékelmélet és gazdasági viselkedés. És ennek van egy ilyen külön fejezet, a hasznosságelmélet, amit ma is tanítanak egyetemen a közgazdászoknak. És itt van Samuelsonnak a gondolata, a Neumannak a munkásságáról és a két Neumann műről. Frissíteni akár az a szívelődés. Nyugodtan ott maradhatsz. Köztökösségi Nobel-díj nem volt az eredeti Nobel végrendeletben. 1968-ban döntöttek úgy, hogy létrehozzák a közgazdasági emlékdíjat, és 69-ben adták ki először. Hát Neumann János akkor már nem ért, ő ezt nem kaphatta meg, viszont egyik tanítványa, aki játékelméletben szintén világhírű lett, Harsányi János a nem teljes információi játékok elméletének kidolgozásáért megkapta, és így kapott először ez a tudományterület, a játékelmélet Nobel-díjat. Megjegyzem, ennek a kutatásnak is van katonai vetülete. Állítólag itt a valószínűségek lépnek be a döntéshozatali folyamatba, és például az amerikai elnök, amikor ment tárgyalni Reagan elnök Gorbacsovval, előtte egy komoly tudományos apparátus készítette fel a tárgyalásra ilyen szempontból is a Reagan elnöket. Ugye amikor is gyakorlatilag az is játék, a két nagyhatalomnak a játék, ez a szuperjáték, amikor nem ismerik pontosan egymásnak a lépéseit, hogy ha én ezt lépem, te mit lépsz rá, csak valószínűsíteni lehet. És ebben az elméletben pont ez van részletesen kifejtve. Nyilván nem a valószínűség számítást tanították meg Reagan elnöknek, hanem valami ez alapján olyan tanácsokat adtak, olyan viselkedési tárgyalás technikai trükkökkel látták el, ahol igyekezett jó pozíciót elérni az amerikai tárgyalófél számára. Neumann a fizikus. Sokan azt mondják, hogy legalább nagyobb fizikus volt, mint matematikus. Egész fiatal korában a kvantummechanikát matematikailag megalapozta, és a fizika más területein is nagy eredményeket ért el. Ez az ergodikus hipotézis, amit a fizika tanárok ismernek, hogy már ergodikus tétel néven van, hiszen Neumann ezt bebizonyította. A lökés hullámok szakértője is volt. Hogy ő most fizikus volt, vagy matematikus, erre szokták mondani ezt a történetet, amit állítólag eljátszottak a Neumann Jánossal, hogy föladtak neki egy feladatot, és nézték, hogy egyrészt, hogy milyen gyorsan oldja meg, meg hogy hogyan oldja meg a feladat. Most én találtam ki a számokat, de valami hasonló volt a feladat, tehát egész, lehet, hogy nem galambal és vonattal lesz, mert nem emlékszem pontosan, de most akkor itt erre adjatok gyorsan nekem egy választ. A feladat a következő, 70 km, az a Fehérvár-Budapest távolság. Elindul egy vonat Székesfehérvárról 105 km/h sebességgel, ugyanakkor elindul Budapestről egy galamb 120 km/h sebességgel. Ez egy ilyen elméleti feladat. Egymással szemben. Mikor találkoznak, a galamb megfordul és visszaröpül Pestre, de a vonat közben megy tovább, mikor Pestre ér, a galamb megint visszafordul, jön a vonattal szembe, és így röpköd Budapest és a vonat között, amíg a vonat be nem ér Budapestre. Kérdés következő. Hány kilométert röpködött a galamb? Na most ugye a fizikusok egyből vágják a választ, ugye? Hogy hát amennyivel gyorsabban ment a galamb, mint a vonat, ugye
annyival több utat tettek, hiszen ugyanannyi ideig röpködtek, vagy mozogtak, a mozgásidőtartalma megegyezik, ugye? De például Neumann nem így gondolkodott. Neumann úgy gondolkodott, hogy mint ahogy lejátszódik a valóságban. Hogy a vonat, amikor elérte először a Galamba vonatot, valamelyik utat megtett, utána visszament, gyakorlatilag kétszer megtette ugyanazt az utat, és egyre rövidebb szakaszokat tett meg, és rájött, hogy ez mértani sort alkot, csökkenő mértani sort, és arra, és ez végtelen tagú, mert elvileg... Nincs, mindig van egy kis tagú. És akkor végtelen mértani sort összegezte, képlettel, erre van egy képlet, és akkor így jött a végeredmény. Csak ezt olyan gyorsan kiszámolta, mint más, mint mondjuk mi fizikatanárok, szintén így fejbe, ő ezt ugyanígy a mértani sort is kiszámolta ennyit alatt. És akkor megkérdezték tőle, hogy hogy számoltad? Erre nagyon döbbenten visszaszólt. Mi az, hogy hogy? Hát összeadtam egy mértani sort. Mondták, hogy nem így kellett volna, hogy ezt nekem így. Hát ilyen gyorsan szólt. Sok történet van Neumann Jánossal kapcsolatban, ezek többsége igaz. Azt mondja, hogy Neumann egy fizikusnak segítve, egy fizikusként segítséget, fizikusnak segítve mondta egy problémát, hogy hát hogyan lehet ezt a problémát megoldom, Neumann mondta, hát nagyon egyszerű. Azt mondja, hogy ez megoldható a karakterisztikus módszernek a használatával. Erre a fizikus azt mondja, hogy hát nagyon sajnálom, de attól tartok, hogy én nem értem, vagy nem is nem értem a karakterisztikus módszert. Erre Neumannak akkor hangzott el ez a híres mondata, hogy a matematikában az ember a dolgokat nem megérti, hanem megszokja. Hát talán kicsit furcsa egy akkor a matematikus, de hát így gondolta. Matematikai teljesítmény csak részben lehet felsorolni. Ez az a tudomány terület, ahol tényleg a legtöbbet tett hozzá a matematikához. Más területeken is ért el eredményeket, de hogy százalékosan, ha kimunkálnánk a Neumann hozzájárulása, hogy mihez mennyivel járunk hozzá, akkor talán a matematika győzne mégiscsak. Nem véletlen, hogy akkor itt alapvetően az egyik matematikusnak tartjuk. Az érdekesség, hogy más matematikusoknál mindig maradtak fent ilyen megoldatlan problémák, hogy valamiből belekezdett és nem tudta befejezni. Neumannál ilyet nem figyeltek meg. Neumann, amiből belekezdett, azt mindig megoldotta. Sokan mondták így, hogy Neumann, vagy és ez ráadásul gyorsan, vagy azonnal megoldotta a problémát, vagy soha. Balázs Nándor, aki együtt dolgozott egy ideig, és nagyon jól ismerte a Neumannt, ő meséli, hogy a Neumann Jánosban az volt a különleges, hogyha valaki kérdezett tőle valamit, akkor látni lehetett, hogy még be sem tudta az illető fejezni a kérdező mondatot, lehetett látni, János már választ tudja, de azért olyan udvarias volt, hogy mindig végig hallgatta. Tehát nem volt egy nagy képű, pedig tisztában volt a tehetségével. Egy francia matematikus a Princeton Egyetemen delegálva volt, egy kutatási feladatot kellett ott végrehajtani, fél évig tartózkodott ott, és amikor befejezte a munkáját, megjegyzem sikerrel, akkor elköszönt a Neumann Jánostól, és akkor a János kérdezte, hogy és mivel foglalkozott, hogy sikerült megoldani a problémát? Mondta, hogy teljes mértékben. És azt mondja, megkérdezhetem, hogy mi volt az? És akkor elmondta neki az illető. Lehetett látni, hogy egyből megérti. Azt mondja, hogy pont egy ilyen teremben álltak tábla, tele volt ott, üres tábla. Azt mondja, várjon, azt mondja, megpróbálom, hogy én hogy kezdeném ezt el a megoldást. És oda ment a táblához, és elkezdte írogatni a táblára az ő megoldását. Állítólag több mint egy órán keresztül, nem tudom hány táblát teleírt, és akkor végén eljutott a megoldáshoz. És az illető francia matematikus csak nézett ledöbbenve, hogy hát ez lehetetlen, hogy fél évig gondolkodott és számolgatott, azt a Neumann cirka egy órát megoldott ott helyben. Ilyen volt a Neumann János. Még egy ilyen matematikus történetet a Wigner nyelvűvel kapcsolatban hadd meséljekkel. Ez biztos igaz, mert a Wigner azért nem szakadt ilyen valami dolgokat távolni. Vele előfordult, pedig Wigner is nagyon matematikus volt, hogy nem tudott megoldani valami bonyolultabb matematikai problémát, és akkor kihez fordult a Neumann Jánoshoz. És ez általában következőképpen zajlott le. Kérdezte a Neumannt, hogy figyelj, ezt meg ezt nem tudom megoldani. Erre a Neumann válasza. Ismered D'Alembert tételét? Azt mondja, hogy nem ismerem. És Varin tételét ismered?
azt ismered. És akkor még néhány ilyet kérdezett, hogy ismered, ezt ismered, azt nem ismered, ismered, és utána elkezdte magyarázni a megoldást, úgy, hogy nem használta fel azokat a tételeket, amit nem ismert, de fölhasználta azokat, amit ismert, és valami kacskaringos úton eljutott a megoldáshoz, és akkor így az illető megértette a bizonyítást. Ez minden egy tévé interjúban mondta el egyébként, valamikor 70-valahányban. Számítástechnikában, hát annyira benne jövünk a számítástechnikában, azt nem szeretném már nagyon részletezni idővel is. Kezdünk a végéhez járni. Akivel ő igazán együtt dolgozott, ez volt az az ember, akivel megismerkedett az aberdeeni vasútállomáson, aki a lőtáblázatok készítésére felül is, és ő mondta Neumannak, hogy ő egy számítógépen dolgozik, és mondta Neumann szinte azonnal, hogy fölcsigázt az érdeklődését, és mondta, hogy szeretné megvédni ezt a projektet. Hát ő volt a Goldstein, és hát ennek a projektnek aztán Neumann lett végül is a legfőbb vezető, és hát ő nyilatkozza ezt a mondatot. Magyarországon is megjelent egy könyv, a számítógép Pascaltól Neumannig, a Hermann Goldstein írta, nekem van egy dedikált példányom tőle, és hát abban mondja ezt a mondatot, ami tényleg ez a legjellemzőbb kispirosoztam, hogy a számítók kifejlesztésében vállalt része minőségileg lényegű, mélyebb és nagyobb hatású, mint bárki másik. Másnak is hozzájárulása a számítás technikához. Éppen szomorúan láthatjuk, hogy... Ez az első ilyen katonai jelentése Neumann Jánosnak, ahol 100 oldalon leírja a számítógép működését. Egy jelentésben ez volt az úgynevezett első vázlat, így fordítanák magyarul, az Edwardról szóló jelentésnek az első változata. Ebben írja le azokat a főbb elveket, amit azóta Neumann elveknek nevezünk, hogy hogy kell működni egy számítógépnek, ilyen főbb részegységekből állnak. Magát ezt a folyamatábra készítési technikát is Neumann találta ki. Én 17 évig programoztam kezdő lérnökkoromban a számítógépet, és hát mi is ilyen diagramokkal rajzoltuk meg a programot, így terveztük meg, és akkor utána álltunk neki programozni. Hát ma már egy kicsit másabb eszközöket használnak a programozó matematikusok, de az alapvető logika, itt most is végig kell gondolni egy programnak a logikáját. Már meghúznak egy dobozt. Egy kétperces visszaemlékezés Teller Edél beszél barátjáról, Neumann Jánosról. Így is elindulom. Jancsitól kezdeményezett számlálógépet. Most tovább terveznek. Egy másodperc alatt egy milliárd szor egy millió. 10-15-e elhatározás. Pár válasz. Lehet majd elkövetni. Valamikor a 21. század közeli részében. Ez azt hiszem, minden, amit a mi agyunkkal csinálunk, meg fogja változni. Mert ezen képek a saját agy működésünket annyival segítik, mint a gőzgép az emberizmát, vagy jobban. Én azt hiszem, hogy a Tudor bácsi nélkül a Hitlernek a legyőzéséhez
sokkal több hónap kellett volna, és több ember élet. Szilárd Wigner nélkül ki tudja, mi lett volna vak energiában. És Jancsi, hát hogy a számlálógépek mit jelentenek, az csak a jövő fogja megmutatni. Nem ő írta a Windows-t. Kicsit a röviden a vége felé. Közeledünk most már pár perc van hátra. Naima Jánosnak egy gyereke született. Hát ugye kétszer nősült, első házasságából született Marietta, Marina. Szerintem azt elírta, Marina, helyes. Igen, közgazdász professzor lett. Egy ideig a nem akármilyen cégnek volt a gazdasági igazgatója, a General Motorsnak, amelyik hát, ugye, éves bevételét, ha nézzük, közel van Magyarországhoz. És egy időszakban ő is adott tanácsot apjához hasonló amerikai elnöknek. Édesapja mondjuk az Eisenhowernek, ő maga pedig Nixon elnöknek volt a gazdasági tanácsadója. Úgyhogy túl messze nem esett almafájától. Nemrég járt Magyarországon, írt egy könyvet, valószínűleg kiadják, egy Marslakó lánya. A címe Szegeden volt a bemutatója, és ott volt a Marina. Én személy szerint volt alkalmam találkozni, amikor a 100 éves évforduló volt, Naima születésének 100. évfordulója. Akkor találkoztam vele, és egy olyan 4 percet tudtam vele beszélgetni. Minden akadémikus, aki ott jelen volt, mindenki a Naima lányával akar beszélni. Még úgy Ferdeélleli néztek rám, ott az emberek nem tudták, én ki vagyok ott, mert én aktív létemre bemerészkedtem az akadémikusok közé, és szóba tudtam állni a Marinával, és így többen kérdezték, hogy ki ez az ember, aki rájának beszélget. És akkor vittem magammal egy könyvet, a Számológép és az agy című könyve, ami megjelent Naima Jánosnak, és akkor ezt dedikáltattam a Marinával. Naima, mint említettem, rendkívül jó humorú ember volt, rengeteg viccet tudott, hát nagyon jó társasági ember volt, és itt öntötte magából a vicceket. Valaki egyszer együtt utazott vissza Amerikába, amikor ment Magyarországról, tehát több hetes hajó, 2 hét, vagy nem tudom, eddig tartott a hajót, és Naimanra utazott egy magyar ember, akinek szintén ez volt a hobbija, hogy vicceket gyűjtött, és nála is volt a vízgyűjtemény, és akkor a Naimannak ezt megmutatta, és akkor el is olvasott belőle egy párat, és rögtön megjegyezte, hogy rosszul van rendszerezve, logikailag nem így kellene a vicceket összegyűjteni, mint hogy az illető, és akkor elmondta neki, hogy miért. Az atombomba projektben részt vett a tesztrobbantáson. Valószínűleg ekkor fertőződött meg rádióaktív sugárzással, aminek aztán az lett a következménye, hogy rákos lett. Először a vállában voltak fájdalmak, a legszuperebb ellátást kapta. Az elnöki külön lakosztályt az egyik kórházban, mert föl van tartva mindig az amerikai elnöknek, hogy bármi történik, rögtön oda viszik be. Az Eisenhower-nek fölajánlotta a Naimannak, hogy hát én úgysem használom, hát akkor vigyék oda Naima Jánost, és ott kezelték. És ott látogatták magyar barátai, Telerete, Szilárdau és Wigner és mások is. Utolsó évében már csak tolókocsival tudott közlekedni, és tolókocsin közlekedve vehette át a legmagasabb amerikai kitüntetést, a szabadságérdemérmet, amit az Eisenhower elnök adott át neki. Utolsó munkája, amihez még dolgozott, de nagyjából befejezte, de nem teljesen, mint ahogy szerette volna, a Számológép és az agy. Ez egy egyetemi előadásnak lett volna, egy több részes egyetemi előadásnak volt ez a címe és témája, amit ő már nem tudott megtartani, csak mások felolvasták helyette, és akkor gondozták ezt a
darabadást is kiadták, és akkor hát itt van a nekem szóló dedikáció, hogy félben őrzött könyvöm, nem is hoztam el ide, majd bocsássuk. Nagyon sokáig elvittem, hogy voltam megsérült a borító, és nem akarom sokat hurcolni, úgyhogy itt van Marina, a helyes név, és akkor hát igen, mégiscsak ő nyert. Nehéz ezt eldönteni két ilyen embernél, hogy ki a század embere, hogy most a relativitás elméletnek van-e nagyobb haszna az emberi tudományra és a kultúrára, vagy egy olyan praktikus eszköznek, mert számít, hogy biztos az átlag ember másként döntene, mint egy tudós. Megkérdezem, mielőtt befejezném, hogy egy ilyen kétperces Teller visszaemlékezés, ha meghallgatjátok, vagy zárjam rá, meghallgatjátok? Meghallgatjátok. Hogy a nagyban Jön Csi volt a legnagyobb. Az elején László úgy utánozható, és mi az talán, ami
az agyunkban lehetne, ami különben az agyon kívül utánozhatatlan. Talán nem. Azt mondják, hogy a bölcsesség kezdete az, ismerd meg önmagadat. A gnosziszi auton. Kérem, itt van a műszer, ami minket utánozni tud, majmolni tud. Igen. Hát aztán ezt szét tudjuk szedni. Ilyen módon. Nem egy közvetlen úton, egy közvetített úton, de egy új úton, egy különös úton ismerhetjük magunkat. A Neumann Jancsinak a teljesítménye az egészen nagy. Zárszóként Kovács Győző a Neumann társaságnak volt az elnöke, aki nagy nehézségek árán megkereste, felugudotta Neumann Sigert, mert még ez sem volt egyszerű. Ki gondolná, hogy egy ilyen embernek a sírja nem is annyira publikus, vagy nem is annyira gondozzák, Amerikában már szokások vannak. Hetek munkájába telt, hogy ezt megtaláltam, végül is sikerült. A nagy szerencsége az volt, hogy Neumann tagja volt az idegen légiónak, és az idegen légióban van egy szokás, hogy a taguknak a sírjait gondozzák, nem hagyják. És így sikerült őt megtalálni az ő sírját, egy gondozó sír, csak éppen nyilvántartásból volt nehéz kideríteni, merre is van ez. Neumann János a gépe, a JÁS gép, ami az Institute for Advanced Study betűiből állt össze, az IAS, az a Smithsonian Múzeumnak volt egy félre őrzött kincse, hosszú évekig, és ki volt állítva. Neumann Jánosnak ezt a gépét ma már egy raktárban tartják, és helyette két másik amerikai mérnöknek, a Moclinak és a Deckernek a gépe van kiállítva. Neumann János néhány évtizeddel ezelőtt az informatika egének fénylő csillaga volt, ma azt hiszem egy pislákoló gyertyalánk az amerikaiak szemében. De azt hiszem nekünk magyaroknak ápolni kell az ő hagyományát, a fiatalokban fönntartani az ő nevét. Mert nekünk ugyanaz a véleményünk kell, hogy legyen Neumann Jánosról, mint Eisenhowerről, aki amikor átadta a szabadságérdemérmet, akkor Neumann Jancsi azt mondta neki, hogy remélem, hogy még sokáig itt leszek, hogy megszolgálhassam ezt a magas kitüntetést. Erre Eisenhower azt válaszolta neki, hát persze. Maga még nagyon sokáig itt lesz velünk, mert nekünk szükség van magára. Azt hiszem, mi ugyanígy elmondhatjuk mindannyian Neumann Jánosról, Eisenhower után, hogy nekünk szükségünk van Neumann Jánosra. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen! Szóval hol van a sírja? Azt tudod? Való pénztokban van. Amelyik temetőben van, ott 6 temető, és akkor nagyon nehéz volt kideríteni. És az volt a szerencse Kovács Győzőnek, hogy a temetőőrnek az apja, az is temetőőr volt, és az akkor volt temetőőr, mikor Neumann János meghalt, és az emlékezett rá. Mert egy elég híres volt azért ugye abban az időben, hogy azért az kiderült, utána azt elfelejtődött. És akkor ez így továbbadt a gyereknek, és valahogy így bukantak rá, hogy a Mariette, azt mondja, hogy Marina nem tudta, nem tudtunk. Hát ilyen hasonló volt ez, meg a Kovács professzortól tudom, a Gábor Dénesnek a sírját. Egy évig kereste Londonban, amíg megtalálta. Nagy szívja, hogy nehéz volt nagyon megtalálni.
Néha azt hinnénk, hogy ezeknek a hírességeknek, hogy Pantheon tervelnek majd. Hát nem, hát, tudom, azért aztán nem divat kiállni, mert ja. Meghalt, akkor meghalt. Nem, azt úgy veszik a család. Hát egyébként, ha bemész a Házsongárdi temetőbe, ott is nagyon bóklászhatsz, hogy meghalsz. Most volt azért. Pedig ott azért, hát hogy is mondjam, csak ki vannak írva rendesen, meg. Már eléggé zsúfoltság van, de azért elég nehéz. Sokáig el kell bolyongani, hogy valamit megtaláljál. Hát, ha még nem is. Még egy záró történet, ez a hazmesékkel, hát, hogy nem mindenki ismeri. Egy matematikus történet, szintén ugye Princeton Egyetemen dolgozott a világhírű matematikus, a Gödel. Hát a Gödel neve a Gödel tételből ismertes. Ugye a Gödel tétel mondja ki azt nagyon röviden, hogy minden axióma rendszerben meg lehet fogalmazni egy olyan állítást, amit annak, azon axióma rendszeren belül sem igazolni, sem cáfolni nem lehet. Hát ez egy ilyen megdöbbentő felfedezése volt. Magyar vonatkozásában hadd mondjam el, hogy van egy matematikus, aki nem a Gödel tételt fedezte fel, de tulajdonképpen mégiscsak ezt fedezte föl, nem az egész matematika területére vonatkoztatva, hanem csak a geometriára vonatkoztatva, egész konkrétan a Bolyai János. Mondhatom, hogy fölfedezte a koncepcióját a Gödel tételnek, mert a 11. axióma, amit 2000 évig senki nem tudott bebizonyítani, az pontosan egy ilyen állítás, amit abba az axióma rendszerben sem cáfolni, sem bebizonyítani nem lehet. És erre rájött, és így is kezdődik az appendix, hogy a priori soha el nem dönthető, tapasztalat útján soha el nem dönthető, hogy ez igaz vagy nem igaz. És így alkotta meg az új geometriáját, méghozzá kettőt is. Az egyik az, hogy egyszerűen azt csinálta, mint Nagy Sándor a kötélcsomóval, ugye? Ezt a huszárvágást csinálta a Bolyai János, egyszerűen fogta és elhagyta azt a tételt. És a maradék axiómákból épített fel egy új geometriát. És ez volt az abszolút geometria. Úgyhogy mondhatom, hogy Gödelnek az előfutára volt ilyen szempontból. De most, mikor Neumann ezt meghallotta, először is nem akarta elhinni, aztán majd később magát korgolta, hogy ezt miért nem ő fedezte fel, hiszen ő is foglalkozott pont axiómaelmélettel. És a kollégáknak úgy mesélt el, hogy azt mondja, hogy a Neumannnak az volt a szokása, hogy az éjjeli szekrényén mindig volt egy világító ceruzája, meg egy nodesz. És volt úgy, hogy éjjel megébredt, és akkor hirtelen fölkelt, és akkor egy-két gondolatot leírt a noteszbe, aztán mikor megébredt, azt végig gondolta. És akkor így meséltem, hogy egyik este gondolkodtam a Gödel tételen, lefeküdtem, és álmomba megint előjött, és megálmodtam a bizonyítás. Fölkelt, fölírt a bizonyítás vázlatosan a papírra, másnap azt mondja, fölébredtem, részletesen végig gondoltam, és rájöttem, hogy rossz a bizonyítás. Másnap megint álmodtam a Gödel tételről, megint fölébredtem, megint fölírtam, és rájöttem, hogy megint rossz. És akkor így fejezte a történetet. És a matematika nagy szerencséjére a harmadik nap nem álmodtam. Hát még egyszer köszönöm a figyelmet, hogy ilyen kitartóak voltatok. És köszönjük. Ezt, nem sajnálom. Köszönjük. Mi nem zavarunk tovább akkor. Ideig se tetszett. Igen, igen, köszönjük szépen. Egyébként is elmegyek, a fiam keresetünk közben egy ilyen lakással. Köszönjük, nyitott ügyünk van, úgyhogy... Jó, akkor hadd kérdezzem meg, hogy valakinek valahol egyéb, mert nekem nagyon sok minden nincs. Ugye a láncos verseny, az angép, ez a kettő most jön. Egy lement és a másik előtt állunk, és arra kérjük a kollégákat, hogy jelentkezzen. Ja, igen, hát szóval körbe kérde menni, hogy nem szabad, de megint az lesz, hogy nem lesz megírva a jelentkező láncos versenye, most a láncos általános iskolai versenye lement, és egyetlen fehérvári diák nem volt. Mert azon gondolkoztam, hogy egyszer nem volt igaz, de azon gondolom, egyszer tudom, mi megyünk oda, mint idehozunk egy 20 Dunaújvárosi gyereket. Mert csak Dunaújvárosi gyerek, mert ez azért elég kell.